Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Gondoltam, csinálok egy garázs review-t, így gyors egymás utánban, megmutattam volna a tankokat, de aztán hirtelen sokkal jobb dolog történt, szakálvetyár belépett a játékba. De igazából szerintem megmutathatom, hogy mégis mi történik itt. Már ha bírom, először is gondoltam, miért ne csináljak egy videót, hogy általában mit csinálok, amikor belépek a VOT accountomba. Na ez egy nagyon jó kérdés. Nézegetem a tankokat. Szakálbetyár most nincs otthon, úgyhogy máshonnan játszik. Úgyhogy kénytelenek vagyunk mikrofon nélkül kommunikálni. Old school keyboard ütögetéssel. Viszont az a trükkös, hogy nem tudja, hogy felveszem az egészet. No, hát. Ilyenkor mindig kicsit boostolom az egóját. Mondjuk legyen, nem tudom, hát nem tudom mire gondol. Legyen vagos nekem aztán. Ja! Szóval, így kezdődik, általában dumálunk, és hát elég bátortalan szerintem ez a próbálkozás. Mert csak azért is, mert ahogy látom, tier 5-tel akar kezdeni, hát. Nem tudom. Aha. Hozom a titkos fegyverem. No. Hát, hogy mi ez a titkos fegyver, azt mindjárt mutatom egyébként. Ja, tényleg megnyitott vagy nem tudom hány ablakot. De én bezárogatom őket. Kláncseten semmi. Első körben. És ja, a tankjaim. Persze szakálbetyár vár, hogy induljunk, de megmutatom nektek. Olyan szépek. Legalábbis ezekkel játszok többnyire. És... ja, ezeket fejlesztem. Ezt. Ezt. Ó, ez tök jó egyébként. És... lesz, gondolom csinálok róluk majd valamilyen bemutatót, de... szerintem első körben csak tényleg végiglapozom, hogy hová jutottam el, nem vettem meg még ezt. Szeretném, itt abba hagytam, kéne folytatni, ezt szeretném nagyon, abba hagytam, nem vállalom be a lórit, ezt nem csinálom, abba hagytam, fúj, ezt nem tudom, ki játszik vele, borzalom, nem szabad, fúj, ez nagyon jó, nem jó, ezt mondja, hogy kamet, abba hagytam, majd folytatom, de annyira nem most tűzbe a tízes is, hogyha nem látom a végét a sornak, akkor inkább nem csinálom. FV, abba hagytam, gagyi ez is, nincs kedvem Black Princess-ni. Ez kell, ez szuper, mindenképpen érdemes megcsinálni. Felejtős mind a kettő, nagyon rossz szakálbetyár, megőrül emiatt. Hú, tényleg, mindjárt megőrül. Ez szerintem nagyon jó tank, ez kell nekem, csak most nincs időmre. Ez nagyon jó. Artik, nem? Ez nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Fúj. Nagyon jó. Oroszok, természetesen. Persze ez nem volt egy profi review szerintem. No, én azt mondom, hogy kezdjünk valami titkos fegyverrel, T25. De hát ezt... ja. No, induljunk! És hát nézzük, hát hogyha... sikerül valami normális csatába mennünk. Egyébként azt figyeltük meg, hogy igazából nem nagyon kapunk ötös csatákat. Úristen, mi van itt? Tele...
platónokkal, nagyon durva. Hát, amit érdemes megnéznetek, az a következő az, hogy mennyi a piros játékos. És ez mind... nem is az a baj, hogyha valaki piros, tehát a középső szám, ugye az efficiency nyilván nem az a baj, tehát hogyha van valaki, aki mondjuk, tegyük fel, most kezdte a játékot 1K, vagy most tudom 2K, de az ez a 400-as például, nagyon vannak nagyon gyengék, de az a gáz, amikor van egy ilyen 5000 meccses, és ő is ilyen 600-nál leragad. Na, ő igazából nagyon rossz játékos. Úristen, mi lesz itt? Nyilván a mi két statunk sem az a tökéletesen jó, de valamennyire... Vagy, bocs, elnézést kérek, az enyém nem olyan jó, de szakálbetyári azért nyilván szuper. És hát a mi statunk is feljebb húzza azért itt a játékot, tehát befolyásolja. No! Akkor szokásos, elég sokat játszunk együtt, úgyhogy tudjuk, hogy ilyenkor felfelé megyünk. Megpróbálom bíztatni egy kicsit. És... szoktunk lövöldözni egymásra, lögdössük egymást. Persze most biztos nem örülne neki. és látjátok, hogy merre megy mindenki, erre jön B2. Szuper, eddig nagyon jó a csapat, felismerjük, hogy... B2 kulcsfontosságú, nem tudom, hogy a alul mondjuk a kik mell... Hey, szakálbetyár, hova megy? Nem durván. Hopp, aha, látom, hogy miért. Elkapcsolt innen. Még ismét biztatom. Általában az szokott lenni, hogy ő megúszta, én meg meghalok. Mondjuk a T-25 nem egy tökéletesen jó tank, de beszéljünk akkor egy kicsit róla. Igazság szerint sokan nem szeretik, mert így nagyon lassan fordul. Egy prémium tank egyébként. És a német legénységek fejlesztésére szoktam használni. Mint látjátok, az ágyúja nem egy óriási 110 seb, 116 pen, vagy goldal 167 pen, tehát nagyon oda kell figyelni, hogy mit lövök és hol. 3,62 másodperc alatt táraz. Nyilván 100-es emberekkel. És ami nagyon szimpatikus benne, bár nem megy jobbra-balra, tehát nagyon lassan tud fordulni, ami nagyon szimpatikus az az egyébként, hogy egy szemtelenkedek és killeket lopok, de egyébként ami nagyon szimpatikus benne az, hogy nagyon gyorsan tud előre-hátra menni. És ha ilyen helyzetekben sikerül bele erőszakolni ezt a szerencsétlen kis tankot, akkor akár még jó is lehet vele a meccs. Nyilván pénzt keresni nem keres ilyen sokat, mint egy 8-as vagy egy másik 5-ös. Azt nézzétek! A hülye KV1-es Krisek kilőtte szakálbetyárt, ami akár még probléma is lehet. Megkérdezem a utasításokat, ha gondolja, riportoljuk. Hát igen, megnézzük Krisek játékost. Pillanat, csak megpróbálok itt lőni. Egy AT, kettő szegény. Még nem tudom átlőni. És ilyenkor, pillanat, egy fontos dolog, 3-5 egyébként el fogunk bukni nagyon. Krisek, látjátok, hogy 2K 951%, annyira nem is olyan szörnyű, bár az, de még csak most kezdte a meccset. De nyilván ilyenkor standard eljárás, egy Krisek mínusz 1, rányomunk egy feljelentést és egy csapatsebzést. Hát a kap egy szép bant másnap reggelre, és könnyekbe kitörve veri a fenekét a földhöz a szobácskájában. Egy Lee! Ne! No, ha szakálbetyár meghalt, akkor kénytelen leszek én alkotni valamit, ami nem nagyon fog menni egyébként, de megpróbáljuk. Látjátok, hogy lent teljesen áttörtek. Ott kéne fönt lennem, hogy tudjak lőni egyébként rájuk. Kicsit úgy beleéltem magam ebbe az egész narrátoros dologba, úgyhogy valószínűleg ezzel nem nagyon loptam be magam a többiek szívébe, de... Punch right through their armor. Enemy
Megtaláltak. Szerintem az lesz, hogy befoglalnak a többiek, és nyilván nulla seb lesz. Hát eddig van 245 sebem. De nem baj, semmi gond egyébként. Azért legalább valamennyit megpróbálunk megmenteni a menthetőből. T25-tel egyébként nyilván hátul kell maradni, és sznájpolni valamennyire, ha tudtak. Ő nem elég agilis ahhoz, hogy körözzünk a többiek körül. Hát is, nem is elég pontos. Hihetetlen, semmi gond. És itt kezd komolyra fordulni a dolog, úgyhogy tárazok prémium töltényt. Mindig goldot mondok, bocs. Tudom, hogy nem goldért lehet kapni, de nekem ez már csak gold marad. És ott van bizony a barátunk. Egy kávé, egy aki. Aha. Kapta a 87 sebet. Ah, 92, ez az! Aha. Szóval van itt egy Hellcat valahol. Az... Ja, ott fönt? Még mindig maradnék a prémiumnál, bár el fogja vinni a hasznomat a meccsre, de egyébként tök mindegy. Megnézzük, ott volt. Nézzük. Igen, és ott volt még mindig. Megpróbáljuk. Nem jut be. Nyilván azért levöldözöm a prémiumot, mert baromi olcsó. De igazatok van, visszatározok inkább egy ilyenre. És hát... neki indul... kemény tankom. Itt egy... az egy négyes Covenanter, te jó ég. Mik vannak itt ebben a csapatban? Ott a Hellcat? Ezt figyeljétek. Megölöm. Nem. Nem tudtam megölni. Á! Lepattant! Penetration-t mond mindig, nulla sebb nyilván, persze. Úgyis megölik. Most meghal, szaladj, ne! Miért nem engedte, hogy én öljem meg? Hát komolyan mondom. Micsoda lövés, úristen! Ne! Direkt elbújnak, hogy ne én nőjem meg őket. Tiszta gáz. Akár jó is lehet. Nem. Na hát ennyi volt a meccs. Csodálatos. Hát sokat nem beszélgettünk szakálbetyáról, de legalább nyertünk. Jéj, ez is valami. A mai világban önnek örülni kell. 756 XP, borzalom. Így van, bátorítom ismét, legalább win. Borzalom. Meccs, 11 000. Látjátok, hogy szinte semmi. Egyfajtában megy a tankszázad nálunk. Hua, este CV-k mennek. Őrület, őrület, mi van itt, őrület. De igazából duplázgatunk tankokat, hogy tudjunk fejleszteni. No. Na nézzük. Jöhet a következő meccs. Mutatok addig egy tök jó dolgot. Látjátok a rádiósomat a Super Pershingbe? Azért. Egy macska. Tehát nem ma kezdtem. Tessék. Hadd legyen benne. Ja. Na. Hát, szakálbetyár nem adja fel, úgyhogy kénytelenek vagyunk megint egy jó meccset menni. De ha már így felveszem, akkor nézzük meg, mit tud mégis a T25. Hát, ha lesz egy jó meccs vele. Próbáljuk meg. Ja, igen, van rajta egy... Remör, egy töltésgyorsító, egy szellőzés, és... Nyilván fejlesztett rugókat rakok rá, mert ez a heppem. De egyébként szakálgatjár mindig kiröhög érte. És semmi értelme azt mondja, szerintem van. De mivel ő a jó játékos, ezért nyilván nincs, de én nagyon biztonságban érzem magam, nem esik le a lánctart tőle.
Nem tudom, de én nem akartam rárakni, a nagyobb tankokon vannak a drágább modulok. És ez meg ingyen volt, mert van egy csomó elfekvőben is olcsó. No, meccs. Ötös, tele vagyunk ugye. Tele vagyunk, látjátok, hogy pirosakkal ismét. Óriási az áradat. Mondjuk ott a felső, ugye Rocky 91, elég durva játékos, rá érdemes lesz figyelni. Amiaink totál noobok, ez már innen is látszik. Kivéve szakálbetyárt, ő elég kemény. És ja, hát szerintem innen már borítékolhatjuk az ő győzelmüket, hiszen a top tierjeik nagyon erősek. Ja, ráadásul szakaszban is vannak. Ami azt vonza maga után, hogy ledarálják a mi noobjainkat, és miután elestek, már is mi is meghalunk. De szakálbetyár szerintem nem fogja feladni. És mit bátorítom? Szoktam ilyen pszichológiai terrort alkalmazni. Meglátjuk. Általában ő bemegy mindig E4-re, ott van egy kedvenc bokorja. Nem tudom, hogy mit csinál ott, de egyébként általában figyel. És ott szokta megnézni, hogy ki jön, mit csinál, merre megy. Aha, na már spotolták is a szappantartót, mi legalábbis így hívjuk. Artiból egy darab van. Aha. Így nem szabad használni a Panzer 1C-t, tehát ez egy scout tank. Nem szabad megállni vele. Ah, ezek erre jönnek. Így spotoltak! Hurrá! Aha! Ott a Type T-34. De utáltam azt a tankot egy jó ég. Ajaj, mieink áttörtek, B2-nél vannak. És ott jön egy Wolverine, amiről mindig pattogok. Miért lenne ez másképp most is? Inkább nem lövök rá. Jön az AT2, már is áttározunk Goldra. Meghalt. Na hát. Még ilyet. Ó, az Arti kiszedte. Dicséretes. Na meg is dicsérem. Kell a dicséret, meg kell itt az... Persze a negatív hozzászólás is. Nézzétek meg, a BDR elhal. Fönt viszont át fognak jönni. Őrület. Egész jó. Kíváncsi, hogy itt szakálgatjár mennyit sebzett be. Aha. Totál noob. Megáll és nézi, hogy kilövik. Nagyon jó. Eddig 5-4. Viszont itt át fognak jönni, úgyhogy tározok, még kell a KV-1-ekre szerintem. És hát igen, látjátok, hogy elég lassan fordul szegény T-25, viszont jól néz ki. Bum. Mögöttünk 3-4-en, de mennek a mieink. Mit sem törődnek a veszélyekkel. Itt egy T-1 heavy, de hogy hova megy, azt nem tudom, hát erről fognak jönni. Az, hogy már meg is érkeztek, hát egyedül nem fogom bevállalni őket. Valahogy meg kell várnom, amíg bejönnek. Mögéjük megyek és meg hátulról kipufogtatom őket. KV1-es, KV1-es statok. Hát... nem olyan rossz játékos egyébként. Nekem az XP egyébként most jobban kellene, mint a pénz, mert az új német ágat el akarom majd kezdeni, és itt vannak a két skilles legénységem, és egy, van ebben is egy, és 98%-osak. Szeretném, hogy felvinni őket 100-ra,
hogy meglegyen a harmadik skill, és ezzel a kis T25-tel próbálkozom. Ott van a jobb, akkor a noobnak is valahol itt kell lennie. Aha, ott van mögötte, és csak 91-en van. Aha! Ja nem! Fullon van azért. Oké, akkor most nagyon cselesek leszünk. Bemegyünk mögéjük. Hát nyilván, hogyha elkezdenek hárman foglalni, akkor 10 másodpercen van, úgyhogy lehet, hogy ezt el fogjuk bukni. De semmi gond, legalább megpróbáltuk. Még nem lát, nem spotolt, és most pedig megpróbáljuk a csiki-csuki módszerrel kicsit megdurrantani őket. Hát talál nekem, mutatja a fenekét, tessék. Ennyi belefér, soha ne kepeljetek, inkább menjetek harcolni. Látjátok, hogy semmi értelme nem volt kepelni egyébként. Szépen ledaráltuk őket. Ha egyedül vagyok, akkor is elkezdek puffogtatni szépeket. De nyilván a többiek azért nagy segítség voltak. És látjátok, hogy a 13K-s srác élte túl. És voilà, még mindig vannak. Kicsit adok az egójának. 4-1. Az állás legalábbis ő annyit ölt. Hát ennyi, és megnyertük. Pedig papírforma szerint egyébként, ha ügyesek... Ah, nekem jött! Kanyar, kanyar! Papírforma szerint több esélyük volt. Már szakelbetyár Panzer 3-4 azért az adott minden. Most megpróbáljuk egy kicsit megtrükközni. Azért látjátok, hogy 50-nel megy. Na. Vajon tudnám lőni a lánctalpát? Na, nem próbálunk, ki, ideges lesz. Ott van! Vissza! Enyém! Oh. Be fogják lőni! Ne! Enyém! Nem lehet szakálbetyáré. Ilyenkor be kell vetni egy kis tervet. Bejövünk szakálbetyár elé. Nem sikerült. Majdnem sikerült leugranom. Grrr. Mindig ezt csinálja egyébként. Mindig ellopja a cuccaimat. No. Hát srácok, ez egész jó meccs volt. Ez eddig kettő meccs a T25-tel. Hát azért szakelbetyár nyilván sokkal jobb volt, mint én. És még így is jött 14 ezer profit. Pedig azért elpufogtattam. Tehát látjátok, hogy nem csak jó meccseket, meg ilyen nagyon brutál meccseket szoktunk menni. Általában küzdünk mi is a hétköznapi dolgokkal, azzal egyáltalán nyerjünk egyébként. De még hat pörögjön a videó, szerintem még egy meccs belefér. Szakasz. Na hát. Hát igen, igen, necces dolog ez a formulás. No. Nézzünk egy 10-es bukót. Fogadjunk, hogy ez fog jönni. Most már elég...
Őrület. Martyr 2, na végre, a másik kedvencem. El se hiszem, hogy kapok lehetőséget arra, hogy menjek ezzel a tök jó kis tankkal. Light, felderítő, semmire nem jó. Nagyon jó. Szakálgatjár visszavásár egyébként, csak elmondom, hogy visszavásárolgatja a kis tankjait, és ezzel javítja az átlagát. Ugye, mert amivel elkezdtünk játszani, amivel én is elkezdtem játszani, azok nyilván borzalmas stattal rendelkeznek. Most már, hogy az ember egy kicsit jobban megtanult, így már érdemesebb ugye visszatekingetni ezekhez a tankokhoz is, megpróbálni jó statot, meg jó eredményeket produkálni vele. Nyilván sokan vannak, akik azt gondolják, hogy nem jó semmire a statisztika, meg hogy mi a lényege, meg nem tudom, de hát ha be akartok kerülni egy jobb klánba, ha megnézitek a klán felvételeket, hogy milyen követelmények vannak, akkor hát igen, ott nem az van, hogy szinte bármilyen stattal mehetsz, hanem meg van szabva, hogy bizony magasnak kell lenni a sebzésnek. És a sebzéseket nem foglalással érjük el, hanem azzal, hogy csatázunk. Bizony. Szoktunk trükközni a kilépés trükk. Na, hogy ez micsoda egyébként. Ha nem figyelek oda, akkor berak minket már a ötösökhöz. Az ötösöknél már azért egy kicsit vicces nekünk. De úgy látom, hogy itt az EU1 szerveren, látjátok, hogy 110 ezeren vagyunk fent, a másik szerveren vannak 51 ezeren. Hogyha a jobb oldalit nézzük, ugye. Sokkal kevesebben vannak, általában jobb csaták vannak, mint itt mostanában. Elírtam. 42 másodperc röhely egyébként. Hol van? 344 tank. Uff. Na mindegy, szóval kiszoktam lépegetni és visszakapcsolom. Van, amikor használ. Oh, na most nem volt értelme. Teljesen jó helyre dobott be minket. Ez az. És kicsit lassan tölt a felvevő program miatt, de hát kit izgat, látjátok, hogy totál piros mindenki, de nem is baj, hát most kezdték a játékot, milyenek legyenek, zöldek. Mi vagyunk azok, de hát mi szeretünk visszajárni kis térekbe, azért néha-néha nem játszunk mindig ezzel, csak kicsit néha-néha visszajövünk. Ez nem baby seal clubbing, amit csinálunk, hanem csak megpróbáljuk javítani a statokat. Mondjuk ez nekem új tank. Marha jól néz ki. És hogy mit fogok még csinálni ezen a pályán, hát ez fogalmam nincs. Egyébként a tank maga nem rossz. Nagyon jó a végsebessége, de kicsit lassan gyorsul, tehát nem az a robbanékony típus, de ha egyszer begyorsult, akkor uah. Van itt egy nagyon jó kis achievement, amit szakálbetyár mindig utál, hogyha mondjuk felmegyek oda. Nyilván nem megyek fel a toronyba, hanem játszok normálisan, nem fogok itt tökörködni. Általában egyébként kis meddel szoktam ide beállni, de most kénytelen leszek bekapcsolni a szemüveget, vagyis hogy a szemüveget félrebeszélek. Ott megy egy csiha. Hát ez a tank nem arra való, hogy elkezdjek puffogtatni vele. De... lehet, hogy elkapjuk. Attól függ, hogy hova megy. Ott van egy B1, a B1-et már nem fogom átlőni szerintem. T46 viszont szerintem elkapható, attól függ, hogy nézik, hol vannak a haverjai. Egyedül van? Ilyennek utána. Egyből elbújt. Hopp, egy Panzer 3-ba mögöttünk már is. Az szép. Egy cruiser.
Panzer 3 az egy kicsit kemény falat nekem, a Cruiser 4 is, de megpróbáljuk használni a sebességünket, szerintem ez egy utolsó mondatnak tökéletesen jó. Ez mennyire noob? Hát szerintem eléggé. Úgyhogy, ja, látszik, hogy noob, csak az a baj, hogy én meg nem fogom átlőni. Hát valamennyire azért sebzel, most tározunk egy picit. Teljesen kétségbe van esve, hogy most mi lesz. Menekül, lő a földbe. Hát, na. Úristen, most mi lesz? Szegény! Jaj! Jaj! Most mi lesz? Ne! Ne bánts! Ah! Annyira vicces ez a tank, egyébként nyilván meg fog ölni, de maga a szórakozás, tehát hogy... Na, még egy lövés vagyok. És... Na, ez az. Hát vicces volt, azért lekötöttük a figyelmét szegénykének. Na szóval ez a tank, ez tényleg csak erre jó, tehát alacsony tírben oké. Négyeseket már nem igazán kap el. Attól függ, hogy milyen mondjuk ennek. Mondjuk ennek talán volt valamennyi páncélja is. De vicces tank kétségtelen, egyik legjobb, egyik kedvencem. Jó volt, szegény nem tudta, hogy most mi van, de azért nyilván egy profi játékos, mert én 5 másodperc alatt elintézett volna. De bele kell jönni neki is. Na, még él mindig, most éppen az Emmett Stewart szegeli. Hát azért ez is egy ilyen nagy leszámolás, igazi western. Kéne egy western egy zene. Uha, lepattant! Micsoda csata! Most mi lesz? Ah. Ó, meghalt a sofőr. Isznyat kemény ez a Panzer 3. Gyerünk! Gyerünk! Ez az! Meg tudod csinálni? Kérdés, kinek szurkolok? Magam se tudom. Magam se tudom. Na! Na! Ah. Matilda! Ne! Hihetetlen, ezek a 15-5-ös meccsek, ezek egyébként nagyon rosszul veszik ki magukat, nem szeretem őket egyébként. Nem lehet semmit csinálni. Yeah! Na, nem is olyan rossz, mint ahogy azt gondoltam, tessék. 160-at lőttem, 126-tal lőtt ki. Jaj, ez nagyon jó. Hát igen, ez talán nem olyan jó, de hát ez van. Uff. Vá, tankszázad is újraindult. Aha. Ja. No. Centurion, na akkor nézzünk egy ilyet, hát ha ez még belefér. Egy T69-et. T69, fullos, a Super Pershing 3, vagy igen, 3 skilles legénysége van benne. Nagyon be kell osztanom a 4 darab töltényt, amit ad egyébként. Oh! Egy ilyen meccset szerettem volna mutatni nektek mindenképpen. Szóval nagyon be kell osztanom egyébként, nagyon jó tank, de nagyon nehéz vele játszani. No, ne nézzétek, tehát a Wargaming szerint egyébként ez vicces, amikor vannak a kezdők, a haladók ellen. Tehát látjátok itt az alsó szegmest, 2K-sak, meg behoztak 0K-sat. A20-asok. Hey. Vannak vályosak, vagyis egy-egy. Az jó. Az mindig pozitív. Miattuk ennyi az annyi. Majd a százalék.
De iszonyat, tehát ők azok, akik egyben meg fognak halni, ezek a Sky A klánosak, nem is tudom ezek mik. Te jó ég. És ezek az ellenfél, mennyivel jobb. Ilyen összetételben mondhatni, hogy nem mindig számít egyébként a stat, de... Hát... durva lesz, az biztos. Itt a szakálbetyár. Egy kicsit megvicceljük. Kitoljuk a háznak, nem jött össze. Muszáj bemelegíteni, mindenre fel kell készülni. Igen, nem nagyon tudom lezúzni. Tényleg kemény. No, betáraztam, ami vicces egyébként, hogy ez a tank, ez majdhogy nem használhatatlan egyébként a sima AP-vel. Lettetek, az 173 volt a páncélátütésem. És a heat 300, az átlag, maximum 370. Annyit sebez, és nem annyit sebez, bocs, olyan az átütése a páncélátütésem, mint egy IS-7-nek. Maximum. Egy kicsit lagolunk. Semmi baj. Mindjárt megoldódik. Oké. Okay. No, és akkor látjátok, hogy szépen berakta a többieket. A T69 mindenképpen másod vonalas, tehát sohasem megyünk vele előre ki, berohanni a többiekhez. Hopspotoltak, Arti nincs, ha jól látom. Tehát sohasem megyünk be a többiekhez, megvárjuk szépen, hogy valami csata alakuljon ki, gócpontok meglegyenek, és utána megpróbáljuk lecsipegetni a nekünk lehulló falatokat, ami nem biztos, hogy minden szempontból kielégítő, de jobb, mint hogyha meghalnánk. Mert is érdemes ezt így játszani. És hogyha van egy csapattársunk, aki ilyen jó játékos, mint Szakál, akkor megpróbáljuk őt támogatni. Fönt van a Type 59. Nyilván ezen a pályán egyébként be kell jönni a városba, tehát nem a lenti részen kell látni, bár az IS-eink, látjátok a... Lacsebészek, mert rátértek. Nem tudom, mit értek el vele. Na és mi pedig? Most szépen lehet, hogy meghalunk. Ez a Type, ez barom idegesítő. Kerülj már ki! Hova mész? Menj innen! Legalább egy talp legyen. Láthattátok? Ha már XP-n gondolkozunk, akkor megmutatom, hogy mit tud a hit. Bár nem, 2-5 az állás, mindjárt meghalunk, úgyhogy nem mutatom meg, hogy mit mutat a hit, mert úgyis meghalunk. Vagy mutassam meg? Lehet, hogy érdemesebb lenne. Mert szerintem a Century arra nem kell. Ezek jó játékosok, látjátok? Érdemes őket megpróbálni esetleg hátráltatni. Ha egy tárat bele tudnék a Centurionba mondjuk ereszteni, azt tudja ő is, akkor lehet, hogy nem lenne rossz. Szakálbetyár már a múlté, amint betárasztam. Ez az, emurek. Azt hiszem, hogy nekem ennyi volt. A T-34 egyértelmű, hogy rossz, de látszik, hogy nagyon rossz játékos. Tipikus példája... Úristen, 4-14, 44%. Tipikus példája a rossz játékosoknak. Megveszi magának a T-34-et, és gőze nincs arról, hogy kell játszani vele. Vesz egy 8-as prémiumot, nem játszott eleget az alsó térrel, és gyakorlatilag tényleg fingja nincs az egészről. De úgy az IS-nek se, látjátok, hogy jön, 2K meccset ment.
Persze, szakálbetyár elfogult egyébként, de látjátok, hogy 15-5-ös meccs. Hárman egyébként nem tudtuk volna egyébként megnyerni ezt a meccset, tehát kizár dolog, mert iszonyat hülyék voltak. Tehát nem foglalni kell, tehát látjátok, hogy bejönnek foglalni. Sose foglalunk, hanem harcolunk. És ezért vesztettünk, mert sok hülye meghalt abban, hogy eljött foglalni. A játék nem abból áll, hogy befoglalunk. És visszajönnek és meghalnak. De ezt nagyon sokan nem értik meg. Ez az. Csak keményen, ez az. Ezt már szeretem. No, hát srácok, ilyen meccsünk is van, látjátok, hogy most mi voltunk itt a noobok. Iszonyatosan nem ment a meccs. És gyakorlatilag semmit nem tudtunk csinálni túlerő ellen. Nem tudtam megmutatni, hogy mit tud a T69, de hát nyilván sokszor lesz ilyen meccsetek, ugyanis a mostani játékosok többsége az. Sajnos ilyen nagyon rossz játékosok vannak, és emiatt a meccs is rendkívül frusztráló lehet néha. Hát igen, nekem meg nagyon sokat pattogott, látjátok, itt semmit nem ért a tankom. No. Megpróbáljuk még egyszer, ezt már szeretem. Szakálbetyár nem szorozik. Micsoda, kikaptunk, ugyan már? Jön megint. Majd most. Most szétlövünk mindenkit. Remélem, hogy tízesek jönnek, és meg tudom mutatni, mit tud a hit. Na, 8-as. Nem is rossz. Borgosok a másik oldalon. Azt hiszem, az egy magyar klán. Ha jól emlékszem. És... ja. És akkor kezdjük a meccset. Mindig meg szoktam kérdezni, hogy hova megyünk. Mert nyilván jobb lett volna egy olyan napot felvenni, amikor tudunk mind a ketten kommunikálni, de így sokkal viccesebb, mert itt szakálbetyárnak tényleg lövése nincs arról, hogy most mi történik. Nézzétek, nézzétek az állat, nézzétek. És nekem jön, megy előre, a hülye, mert nyomom neki és kész. Ah, milyen civilizáltak vagyunk, köszönünk. Túl nehéz, nem tudom eltolni. Nem vicces, nem vicces. Szóval, hát ez a tank egyébként nagyon jó. A gyorsasággal nincsen bajom, tök jó fordul. Ezt látjátok, hogy... És mindenki jön lentre. Uff, mi lesz itt? Mi a tervük? Hát a városba ki fog menni? Ide. Nyom egy ilyet, hogy értettem. Tiger 2 is megy tovább. Vicces srác. Hát nem szorozunk. Nekiesünk itt a... Igen, egy... Kettő... Kettő másodperces tározás. Ott van egy Ferdinánd. Tűnés. Tár. Érdemes ilyenkor bejelölni, hogy WTF. Ez az. Egy noobbal kevesebb. Nem is volt noob. A két lemming train találkozott, ez általában... Ne, az ávós klános lőve belőtt egyet. Lehet, hogy nem ávósnak mondja. Super Pershing. Az lő be. Ah,
töltök hitet, megmutatom, mit tud. Láttátok, semmit nem lőttem át. A KV-13-ot tudtam sebezni az elején, semmi nem ment át. Szóval nagyon-nagyon kell célozni vele, és hát lövét, hasát nem átlőni, azért az nagy szégyen. De semmi gond, van hit. A hit darabja 4000-be kerül, tehát egy tár az 16000-be kerül. Figyeljetek. Egy mellé, 4000 mellé. Ez is mellé, ez 8000 eddig. Ez most átment. Mellé. Akkor 16000 eddig. Na, aggódjatok, lesz ez még így se, de nyerni akarok, úgyhogy mindenképpen el fogom lőni a sok-sok pénzt. 8 másodperc. T-71, nagyon jó. Na, akkor nézzük a lővét, azt mondja, hogy figyeljetek, hittel. Egy. Ki is gyulladt. Azt mondja, hogy nézzük a T-34 barátunkat. Gyere, gyere. Lepattant. Yeah. És milyen jó hangja van a hitnek, nem? Hogy lövi. Ott van még egy T-34. Egy talp, és akkor visszaváltunk AP-re. Eddig ez két tár volt, ugye? Ha jól megszok, az 32000 kredit. Viszont egy kicsit fordítottunk a dolgokon. Ott egy Super Pershing. Tározok, és amint tároztam, elindulok előre. Kezdjük ezzel a kis bogárvirággal ott. Ne menj el, maradj itt. Gyere, cic. Rossz. Ó, szegény, hát kilőtték, és miért pont őt? Ez nagyon a sajátunk lett. Ez vicces volt, de inkább tározok, és elindulok vissza, hiszen... Látjátok, hogy T-44 és Jagdtiger jön. Legalábbis a Premium 8,8-as, ami... Mindjárt nézzük, milyen játékos. Hát rossz, 7,81, ez nem sok vizet zavar. T-44 mondjuk nem rossz. Ez mit csinál itt? Balettozik? Hova megy? Úristen. Na szóval, nem sok vizet zavar, viszont gyorsan tud lőni. Én viszont, képzeljétek el, hogy olyan szerencsés vagyok, hogy 400 méter az alap látótávolságom, van egy távcsövem, és a parancsnoknak van egy nagyon jó skillje hozzá, úgyhogy nagyon messzire ellátunk. Oké, és akkor még egy. Hát ez nem fog átmenni, nem. Betöltöm az utolsó hitet. Áh! Egyébként látjátok, hogy sokat prémiumozok. Iszonyatos pénz kell hozzá, viszont van oka annak, hogy miért csinálom. Szeretném leduplázni a tankomat, tegyük fel egy nap, és szeretnék egy jó csatát kihozni belőle. Akkor ezt megcsinálom. Beáldozom a pénzt, és behozom a többivel. Legalábbis én így szoktam gondolkodni, és... És általában azért bejön, tehát sokan így gondolkodnak, hogy a nap első csatáját prémiummal letolják. Lehet, hogy nem a legkifizetődőbb, de egyébként van benne valami. Na, tessék, már is csináltunk egy másodosztályú. Yes! Mégpedig 3000 XP, 1005-nél van a másodosztály, te jó ég, mennyit kell csinálnom, hogy megkapjam az első osztályt? És nézzétek csak, 31, 35, mínusz 10000 csak. Hát ez tök jó. Azt hittem sokkal rosszabb lesz. Hát ez semmi. Szakálbetyárt leelőztem. És nem is volt rossz meccs. No. Hát ez tök jó. Nagyon meglepődtem, srácok, egyébként. Azt hittem, hogy sokkal bénább meccs lesz. Másodosztály, uff, látjátok, hogy milyen jókat mennek ezzel, szóval még bele kell jönnöm egyébként úgy ezerrel. No, srácok, viszont azt hiszem, hogy elég hosszú lett ez a videó. Hát köszi, hogy bepillantást
mutathattam nektek inkább valamit a játékaimból. És hát statisztika, hát ha nézitek a videókat, akkor úgyis nagyjából szoktátok látni, hogy hogyan is megy a játék, tudjátok, hogy milyen tankokkal megyek, mivel, hogy állok. Lassan meg lesz a 10.000 meccs, tényleg. Szép lassan. És ja, azért úgy tartjuk magunkat zölden, de nem egész rossz. Vannak olyan tankok, amikkel nagyjából majd nem tudok semmit csinálni. No, viszont... na jó, hát azért ezt nem hagyhatom szó nélkül. Akkor még mindig nem búcsúzom. Már búcsúznék nagyon, de szakálbetyár kihívott. Ezt nem hiszem el. Nem tudok nemet mondani a Tier 2-re. Ezt nem tudom miért van. Lehet, hogy azért, mert Baby Seal Clubber vagyok. Na, erre iszom. Hohoho. Vannak itt Baby Seal Clubberek, T1-jel például. Viszont mi vagyunk a Platón egyedül. Hát is... És ott is van egy. Nagy jég, mi lesz itt. Himmelsdorf, attól függ, hogy honnan indulunk, remélem a kedvenc helyemről. A T1 ez egy rettentő jó tank. Mutatja. Ó, nem jó oldalról indulunk. Nem baj, jó lesz ez. Nagyon beléri magát, banzerek, banzerek. Azt a mindenit. Nagyon jó, nagyon jó. És figyeljetek! Iszonyat jó a T18, tök jó a frontpáncélja. Ha Tier 2-ben gondolkoztok és szeretitek a TD-ket, én ezt javaslom. 1,97 a tározás, látjátok? Mondjuk elkezd vacakol a netem. Én itt szoktunk Bro medált szerezni. Nem mindig jön össze. Sőt... meglátjuk, hogy most egyáltalán tudunk-e valamit alkotni. Sokszor egyébként a legveszélyesebb tankok, azok nem az ellenfélnél találhatóak, hanem a sajátunknál, képzeljétek el. Iszonyatosan brutális, de egyébként Tier 1-ek vannak, szóval szerintem nyugodtan lehet előre menni. Talán ilyenkor szoktam meghalni. Az veszélyes. Na. 120-as a pingem, nem nagyon tudok játszani, srácok. Ajajaj. Az veszélyes, ki kell lőni. És beakad a hang egyébként mindig. Körülbelül ez olyan, mint a birka vásár. Igen, mondjuk annak nem örülök, hogy kilövöldözgetik itt előlem a trófákat, hát igen, ez Bro medál. Egyetlen egy tankra kell figyelni, az pedig az AT1. Majd mindjárt is próbálok kiiktatni. Hát ez nagyon jó, de ez inkább olyan, mint a kacsavadászat, srácok. Hát sorry, hogy ilyen meccset mutatok nektek, hát ez nem is meccs igazából, és kilőtték előlem, nem hiszem el. Szakálbetyár, siess! Mögöttünk vannak, úgyhogy azt hiszem, hogy buktuk a Bro medált, ha csak nem írod előbb. Ami nem biztos. Oké, kilőtték, helyes.
akkor 3, akkor nem lövöm ki, megvárom, amíg szakelbetyár pozícióba ér. Max, besegítek egy kicsit le. Sebzem őket. És nézzük, mit alkot. Jaj, ne, a T1 ki fogja lőni. És kilőtte. Hát, majdnem. Ó, bocsi. Jaj, véletlen volt. Nem volt jó, mindig kilövöldözték előlem egyébként. Direkt, amit le sebeztem, azt szépen kilőtték. Franc vinni, pedig jó lett volna, de hát azért ez sem egy rossz meccs. Na, nem is volt rossz, nem is volt rossz. No, és azt hiszem most már tényleg elbúcsúzom. Na, így szoktuk tengetni a mindennapos esténket. Még egyet akar menni, hát ez őrület, de ezt már szerintem majd stikában, titokban megyünk. No, köszi srácok, hogy itt voltatok. Nézzétek a videókat, és köszi, hogy írtok a videók alá. Igyekszem minél jobbakat készíteni. Ha pedig éppen nincsen idő, akkor nézzétek a régieket is. Köszi a figyelmet. Sziasztok!